ünnepre készülnek Győrben a 30, illetve az 50 éve bajnokságot nyert csapatjátékosait is beszólítják. Sajnos 22-en már nem lehetnek itt a bajnok csapat játékosai, vezetői közül, de hát akik itt vannak, azokat mindenképpen köszöntjük, és ha jól hallom, akkor már is Fazekas Erzsébethez kapcsolhatok egy riport kapcsán. Így igaz, hiszen Keglovics László itt van velünk méghozzá az 50 évvel ezelőtt nyert csapatból. Lassan kezd olyan a hangulat lenni, mint amilyen lehetett 50 évvel ezelőtt, legalábbis ahogy én azt el tudom képzelni. Hát csak a felét hallottam, de ez az igazság. A mi időnkben egy Fradi-Eto meccs az hatalmas érdeklődés mellett zajlott le. Nagyszerű meccseket játszottunk Győrbe, Budapesten is. Én például kétszer az égolommal nyertünk Pesten, 59-ben a régi ülőutópályán, és 66-ban a Népstadionban. Nagyon jó meccseket játszottunk. Gondolom, hogy a mérkőzések is roppant emlékezetesek, meg hát az a hangulat, ami azokon a mérkőzéseken lehetett. Igen, igen. Hát például a régi Ferencváros pályán teltház volt, Népstadionban 50-60 ezer ember előtt játszottuk. Dupla mérkőzések voltak általában ezek, de nagy volt az érdeklődés. Köszönöm szépen, és gratulálok a jubileumhoz. 1963-ban a győri Vasaseto Hidegkuti Nándor irányításával nyerte meg a magyar bajnoki címet. 1964-től naptári év szerinti bajnokságra állt át a Magyar Labdarúgó Szövetség, ezért az a kiírás csak fél éves volt, és 13 mérkőzésből állt. És annak a győzelemnek is volt ferencvárosi vonatkozása, hiszen Dorogon játszotta az FTC utolsó mérkőzését, és gyakorlatilag mindenki biztosra vette, hogy nyerni fog, azaz bajnok lesz. Egy pont is elég lett volna a Ferencvárosnak az aranyéremhez, de nagy meglepetésre 2-1-re kikapott, és a győri együttes lett a bajnok. Tehát Hidegkuti Nándor az aranycsapat legendás játékosa volt annak az együttesnek az edzője, és ott látható Szániel János középen, itt pedig már Hanik Pétert láthatjuk, aki Szijjártóval együtt föltűnik a képen, szóval középen látható Szániel János, aki ugye az 1963-as csapatban játékosként szerepelt, 6 mérkőzésen lépett pályára, majd a 80-as évek elején a Rábaeto ügyvezető elnökeként, sportvezetőként is részese volt a nagy-nagy győri sikereknek. Újabb riport, Pözsi parancsolj! Köszönöm szépen, Verebes József áll velem szemben, és amikor őt megláttam, arra gondoltam, hogy milyen nagyszerű dolog lehet egy vidéki városban elérni ilyen sikereket, hihetetlen érzés. Hát a Győrre kapcsolatban a vidéki város az már csak tényleg formalitás, ugye? Egyrészt a létszáma, másrészt a sportmúltja miatt is. De hát abban az időben, amikor ez történt, ez a csoda, ugye, amit a aranycsapat csinált, az akkor mindenképpen igaznak mondható. Tehát mi egy vidéki város voltunk az összes többi nagy vidéki várossal, és a Pest dominált mindaddig, amíg Győr meg nem jelent. De ez nem csak ezért fontos, hanem azért is, amit itt láthattunk, amint bevonultak, mindenki úgy üdvözölte önöket, minthogyha világéletükben ismerték volna egymást. Egy vidéki városban úgy képzelem én, hogy mindenki pontosan tudja, hogy ön kicsoda. Hát a Győrre kapcsolatban ez is lehet igaz, de a Győrnek nagyon nagy szurkolótábora volt. Tehát nem csak a győriek, hanem az egész országból, sőt még külföldről is jöttek. Hát ugye 30 ezer nézőszámból álltak be, úgyhogy szenzációs játék az megfogta a közönséget. Tehát én azért mondtam egyszer azt véletlenül, hogy mi 20 vagy 25 évvel megelőztük a korunkat, mert ugye ma is arról szól a játék, hogy el kell adni a játékot. Na most az a játék nagyon-nagyon eladható volt. Köszönöm szépen, és további jó ünneplést kívánok a mai naphoz. Hát azt hiszem, senki nem vitatja a mágus szavait. Ugye itt most a 30 évvel ezelőtti bajnok csapatot ünnepeljük, de már egy évvel korábban, a 81-82-es szezonban is bajnok lett a Rábaeto. 102 gólt rúgott az a csapat, gondoljanak bele a kedves nézők. Szabó Ottót ünneplik most éppen a helyszíni közönség tagjai. Szóval elképesztő csapat volt ez. És a 82-83-as szezonban egyetlen ponttal előzte meg a Ferencvárost a Rábaeto, de zseniális meccseket játszott, 6-0 az MTK ellen, 5-1 idegenben és 5-2 otthon a Videoton ellen, 7-3 a Diósgyőr, 5-1 a Békés Csaba, 5-1 a Debrecen, és az utolsó fordulóban 6-1 az Újpesti Dózsa ellen. Hát még felsorolni is tényleg őrületes
ezeket az eredményeket. Csíkos pulóverben a fantasztikus kapus Kovács László látható. Mind a 30 mérkőzést végigvédte abban a bajnoki szezonban, és ismét lekapcsolunk Bözsihez. Így van, és itt már Hajszán Gyula áll, aki itt az imént vonult végig a közönség előtt óriási ünneplésben. Mi az, ami ilyenkor a fejben megfordul az elmúlt 30 évből? Előjönnek azok a nagyszerű pillanatok, amit 15-20-30 ezer néző előtt átéltünk. Tegnapi nap folyamán az önkormányzattal ünnepeltük a kézis csajokat. Ha megennyit, akkor szeretnék nekik így a képernyőn keresztül gratulálni. Városházban több mint 5000 ember kint volt, és borsózott az embernek a háta. Ez a közeg, amiért érdemes csinálni. Igen, most is szól a hajrá Győr, és azon gondolkoztam, hogy nagyszerű dolog eredményt elérni és ott lenni a pályán. Viszont az is csodálatos ilyenkor ennyi idő után azt hallani, hogy micsoda örömet sikerült szerezni annak idején, hiszen most is mindenki erre emlékszik. Úgy gondolom, hogy annak idején mi ezt úgy nem fogtuk fel, hogy milyen tettet hajtottunk végre. Eltelt ez a 30 év, és szerintem itt egy pár ezen vannak, akik azért jöttek ki, hogy minket lássanak. És ez a 30 év, ez igazolja most azt, hogy milyen besbe voltunk mi annak idején. Igen, ez a hajrá Győr mindenkinek szól. Köszönöm szépen! Hát tényleg csodálatos a hangulat, és nagyon-nagyon jó ötlet volt, hogy itt ezt a két bajnok csapatot, amíg élő tagokat köszöntsék. Az pedig már tény, hogy akár ma is bajnokavatás lehet, hiszen lefújták a Debrecen Videóton mérkőzést is. A Loki 2-1-re győzött Pócik Józsefet láthatjuk közben a közeli képen. 29 meccsen 7 gól abban a bizonyos 1982-83-as szezonban. Szóval, ha a Győr legyőzi a Ferencváros együttesét, akkor most is bajnoki címet ünnepelhet. A Debrecen megtette a magáét, segített a győri csapatnak. We are the champions-szal az örök becsű dal. Palotai Károlyt is láthatjuk a képen, aki ugye olimpiai bajnok, játékvezetőként is a csúcsra ért olimpián, világbajnokságon megdöntőn bíráskodott, és abban a bajnoki esztendőben az év labdarúgója volt 1963-ban. Szóval káprázatos egyéniségek, és tényleg nagyon-nagyon megérdemelték, hogy ezt az ünneplést is most átéljék. A mai nap folyamán már autókaraván járta Győr belvárosát, Szepesi Lászlót piros nyakkendőben, aki előtte még a Ferencvárossal volt bajnok 1981-ben, aztán Győrbe igazolt jó érzékkel, és ott is bajnok lett. Szóval Győr belvárosában is már ünnepelték a csapatot, és az Eto Park élményközpontban lévő Etosóban megnyílt egy kiállítás, amelyet a két csapat korabeli relikviáiból állítottak össze. Ezt is meg lehet tekinteni. Ünnepi díszvacsorán is részt vehettek a bajnokok. Szóval a neki kijáró megtiszteltetésben részük lehetett.